A Kultúrpontot látják, köszöntöm Önöket. A mai műsorban megmutatjuk, hogy hogyan újul meg a Moholy Nagy Művészeti Egyetem. Szó lesz egy egyszeri és megismételhetetlen irodalmi és zenei produkcióról, illetve a Cartoon Club Singers koncertjéről is beszélgetünk. Tartsanak velünk! A Moholy Nagy Művészeti Egyetem, a magyar kreatív ipar központja nem csak Európában, de világviszonylatban is egyre ismertebb és elismertebb. Az intézmény több lépcsőben újul meg, ez a folyamat pedig most fontos állomásához érkezett. Átadták a műterem és médiaházat, amelyben textil, üveg, kerámia és grafikai műhely, fotólabor, film és hangstúdió is helyet kapott. Mindez a média művészet és a dizájn területén is új dimenziókat nyit meg. A kampusznak ezen blokkjában, az úgynevezett gazdasági bejárattól jobb felé eső blokkjában jönnek létre az új épületek. Ezek a felvételek 2014-ben készültek. Kopek Gábor, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem korábbi rektora, az egyetem fejlesztésének első terveit mutatja. Az elképzelések azóta némiképpen változtak. A tervek véglegessé váltak, és megkezdődött a Zugligeti úti kampusz fejlesztése, amelynek révén a MOME a világ egyik első számú kreatív ipari és dizájnipari központjává válik. Ez a videó azt mutatja be, hogy hogyan alakul át a MOME. A több ütemű beruházás első részében elkészült a műhelyház, a napokban pedig átadták a műterem és médiaházat. Ebben a több mint 4000 négyzetméteres komplexumban a hagyományos műtermek mellett világszínvonalú film- és hangstúdiók, fotó, textil, kerámia és grafikai műhelyek kaptak helyet. Így számos új képzés indulhat el a nagymúltú intézményben. Lépést kell tartani a világgal. Azt szoktuk mondani, hogy Magyarország természetű erőforrásokban nem túl gazdag ország, viszont vannak más természetű nagyon gazdag erőforrásaink, ilyen Budapest, a nemzet fővárosa, ami fölteszi az országot a világra, Budapest tudja elmesélni Magyarországot a nagyvilágnak, és ilyen a magyar kreativitás, a hagyományosan erős magyar kreativitás, de ahhoz, hogy a magyar alkotók, dizájnerek, építőművészek, építésztervezők, formatervezők, filmesek, fotósok helyt tudjanak állni a világban, ahhoz világszínvonalú képzést kell, és olyan műhelyeket, olyan technológiákat kell beépíteni, olyan stúdiókat, olyan műszaki berendezéseket, amelyek a világon legkorszerűbb képzést tehetik lehetővé. Na ezért ruházunk be a jövőbe, a magyar felsőoktatás jövőjébe, és ezért építjük ezt a kampuszt. A MOME területén összesen mintegy 30 ezer négyzetméternyi kreatív és dizájnipari beruházás valósul meg. Kutatási tevékenység, kutatás és fejlesztés, dizájn alapú innováció, mindezeknek a szellemi termékei, ennek a társadalmiasítása, tehát a köznek való, a közjónak való és a közjólétnek átadása, az nagyon fontos új feladatunká válik. Az egész kampusz fejlesztés ennek a tekintetében, ennek az ideának az örvében lett megálmodva és megtervezve. Ez azt jelenti, hogy azok a tevékenységek, az oktatás és a tanulás, a kutatás, a kísérletezés, a különböző kivitelezési, gyártási folyamatok, azok egy erős ökoszisztémát képezzenek és egymáshoz közel legyenek. Legyen szinergikus az együttműködés közöttük. Így álmodtuk meg ezt a kampuszt, így jönnek majd létre a legkorszerűbb kooperatív oktatások helytadó helyszínek, azok az otthonterek, amik hallgatóknak, oktatóknak adnak arra lehetőséget, hogy kutassanak, készüljenek, tanuljanak és alkossanak, és a különböző műhelyek, stúdiók, műtermek és laborok, mindazok mellett, ami egyébként egyetemnek általában szükséges ahhoz, hogy jól működhessen. Ez a beruházás, ez 2014-ben kezdődött el kiemelt kormányzati beruházásként. Ennek a kiemelkedő fontosságát én úgy tudnám megfogalmazni, hogy ennek a sikere segítheti abban Magyarországot, hogy abban a globális versenyben, ahol tudás alapú társadalmak versengenek egymással, Magyarország előkelő helyen szerepeljen. Hogy elhihessék azok a fiatalok, akik itt kezdik el életüket, hogy Magyarországon jó helyen tanulnak, hiszen itt érvényesülni tudnak majd, és egy progresszív közegben lesznek, és nem egy követő országnak az állampolgárai válnak. A projekt további részében nem csak a főépületet újítják fel, de egy új tudásközpontot is létrehoznak, és a park is megújul. Gyakorlatilag a Moholy Művészeti Egyetem, az egykori iparművészeti főiskola teljes területe megújul. A nagy központi épület a timpanon, a lépcsősorral megőrzi a külső formáját, de talán ez az összes, amit megőriz, és nyilván megőrzi a belső szakmai tartalmat. Ez már most is európai szintű, hanem világszintű tartalmat, hiszen az elmúlt pár évtizedben, most
most már aztán azt mondom, 2006-ban lett a Moholy név, az Iparőszeti Főiskola új neve, de már azt megelőzően egy nagyon magas színvonalú, nemzetközileg is elismert képzést alakítottak itt ki. Tehát azzal a szerencsés helyzettel vagyunk, hogy egy létrejövő tartalom kényszerítette ki az új formát, az új kereteket. Kope Gábor rektor úré az érdem, hogy meggyőzte a döntéshozókat, leginkább a kormányzatot, hogy ezt a nagyívű átalakítást érdemes elkezdeni, hiszen nem csak a képzésre, hanem a nemzetközi kreatív iparba való bekapcsolódásra, befektetésre szolgál ez a fejlesztés, hogy effektíve olyan termékeket tudjanak gyártani, fejleszteni, olyan nemzetközi együttműködésekbe tudjanak bekapcsolódni, ami nem csak oktatási célú, hanem a frontvonalban, a gyártást előkészítő frontvonalban dolgoznak. És ez inspirálja persze legjobban a gyerekeket is. Ehhez terek kellenek, épületek kellenek, hatalmas műhelyek kellenek. Ezt kellett nekünk valahogyan bele kényszeríteni ebbe a, hát alapvetően lakóvezetbe, hiszen itt villaépületek, társasházak adják a Budakeszi út, illetve az Ugrigeti út közötti nyomvonalat. Azt kell mondjam, hogy jól vizsgázott a fejlesztés, a beruházó. A most elkészült műtermeket, stúdiókat már a hallgatók is birtokba vehetik. 2019-re pedig a MoMA lesz Európa, sőt a világ egyik legmodernebb művészeti intézménye. Csak a hegyvidéken közel 500 programot rendeztek a Bach Mindenkinek Fesztivál keretében. A Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpontban Bábel Klára hárfaművész, Hegedűs D. Géza színművész és Kovács Zalán László tubaművész, a Bach Mindenkinek Fesztivál alapítója egy igazán különleges produkciót állított színpadra, amelyben a zene és az irodalom találkozott. Johann Sebastian Bach munkássága sokak szerint a modern zene egyik legfontosabb forrása, de számos más művészeti ág képviselőjére is hatással volt a barokk legnagyobbja. Ahogy múlik az idő, úgy nő Bach muzsikájának súlya és jelentősége. És egészen bizonyos, hogy senkinek idáig nem mondott annyit, mint a ma emberének. Ez a barokk muzsikus napjaink legmodernebb szerzője lett. Örök és hipermodern egyszer, vagy pontosabban, ma rá van a legnagyobb szükségünk. Így írt Pilinszky János Bachról. Nem véletlen, hogy a Bach Fesztivál részeként megrendezett Bachtól Bachig esnek is Pilinszky, pontosabban Pilinszky versei voltak az egyik legfontosabb szereplői. A Lóvasút Kulturális és Rendezvényközpontban Bábel Klára hárfaművész, Hegedűs D. Géza színművész és Kovács Zalán László tubaművész, a Bach Mindenkinek Fesztivál alapítója egy igazán különleges produkciót állított színpadra. Az irodalom és a zene különös találkozása volt ez. Felcsendülnek Bach zenéi, mindenféle zenei közösség, fúvózenekar, vonózenekar, kamaraegyüttes, nagy zenekar, mindenki zengi Bach csodálatos zenéjét, tisztelegve az ő művészi nagysága előtt, és ugyanakkor pedig most az a szerencseért és megtiszteltetés engem, hogy a Kovács Zalán úrnak köszönhetően az kicsit az irodalom is bevonódik a zenei közegbe, és olyan verseket fogok most például itt felolvasni, amelyeket Bach zenéje inspirált költők az ősugallatára vetették ezeket a verseket papírra. Igaz, hogy most én nem egy papírt tartok a kezemben, hanem egy iPad-et. Biztos örülne neki Bach a maga idejében, ő ragaszkodott, sőt örült mindenféle új hangszernek, amikor valami újított, vagy innovatív szemléletű volt, és ha valami megújuló hangszer lehetőséggel találkozott, egyből lecsapott rá, és már integrálta is a zenébe, és már arra is komponált. Trapéz és korlát. Sötéten hátat fordítasz, kisikló homlokodra a csillagöves éjszakát kezem hiába fonja.
Nyakad köré ezüst pihék szelít pilléi gyűlnek. Bizalmasan belém tapadsz, nevetsz, vadul megütlek. Sugárzó párkányon futunk, elgáncsolom a lábad, fölugrasz és szemembe kapsz, sebezhetetlen állat. Elszűkül arcod, hátra buksz, vadul zuhanni kezdesz, az éjszaka trapézain röpülsz tovább. Emelkedsz a rebbenő való fölé. Bábel Klára hárfaművész azt mondja, már pályája elején barátságot kötött Bach zenéjével. Azon szerencsés emberek közé tartozom, hogy itt nem mint hárfásként mondom, hanem zongorával kezdtem a zenei tanulmányaimat, úgyhogy gyakorlatilag tényleg kicsikoromtól kezdve azért Bach zenéje belém ivódott, kezdve a preludiumokon át, két szólamú, három szólamú invenciókon keresztül, a Voltemperitesz klavír kötetig, szvitteken át, gyakorlatilag tényleg a korálokig, fugákig, bármeddig. Úgyhogy én innen indítottam a Bachal való ismerettségemet, és hát egészen ugye a mai napig folyamatos az ember ezt tudja tanulni. Azt gondolom, és ezzel szerintem nem vagyok egyedül, hogyha egyetlen egy zeneszerzőt lehetne, vagy kellene mondani. Nehéz tényleg ezt így, de azt hiszem, hogy Johann Sebastian lenne az, aki talán a legnagyobb, vagy a legnagyobbak között is a. Tehát ő mindenképp alfa és omegája mindennek. Voltak, akik egész egyszerűen Bach zenéjével kezdték a gyakorlást, és átjátszottak nem tudom én hány művet, mire jutottak oda, hogy igazából elkezdjenek foglalkozni a hangszerükkel, vagy a technikai dolgokkal. Tehát tényleg ez egy nagyon nagy alapbázisa a zeneirodalomnak, és nagyon sok minden innen származik, nem csak ami a komoly zenét illeti, akár bármilyen más irányzatot. Az, hogy ezt így kivisszük, vagy a szervezők az emberekhez sokkal közvetlenebb módon, tehát tereken, aluljárokban, de akár belső koncerttermekben is, templomokban, nagyon sok helyen, léptenyomon, ezekben a napokban Bach zenéhez botlunk. Hát én azt gondolom, hogy ez fantasztikus. Egyrészt az embereknek nagyon üdítő, hogy teljesen szokatlan dolog fogadja őket, már önmagában talán egy csembalót vagy egy hárfát találni egy aluljáróban, ez már önmagában nagyon-nagyon üdítő. Tehát tényleg nagyon megmosolyogják, megállnak, és rendkívül módon tetszenek. De az pedig, hogy Bachot, amit nem biztos, hogy azért otthon mindenki azt hallgatja, hiszen azért fáradtak az emberek, és ez különleges figyelmet igényel, koncentráltságot, hogy tényleg tudjuk követni az ő dallamvonalát és a zenéjét. Én szerintem ez mindenképpen egy fantasztikus dolog, hogy ez létrejön, és az évek óta már egyre jobban bővül. Bach Mindenkinek Fesztivált negyedik éve szervezték meg Magyarországon. 2010-ben a New York-i cellista Dale Henderson gondolta azt, hogy Bach születésnapját egy aluljáróban ünnepli meg. Ehhez a kezdeményezéshez egyre többen csatlakoztak évek során, és 2015-ben már 39 országban ünnepelték meg a Bach in the Subways-nek elkeresztelt alkalmakat, ekkor Magyarország is csatlakozott a programhoz. Ez a program kinőtte magát, már nem csak a Bach in the Subways programokat, az aluljáró szabadtéri eseményeket tartjuk meg, hanem koncerttermi, templomi és más gyermekprogramok, tematikus alkalmaink is vannak. Úgyhogy a program szépen növekszik, egyre több helyszínen vagyunk Budapesten is, hát az Zugligeti út is ugye már egy kiebeső része, és én úgy gondolom, hogy a fesztivál rendkívül sikeres, és ezt mondhatom úgy is, hogy a 2-3 fokokban játszottak a kollégáknak a százai, ma számos helyszínén Budapestnek, és igazán büszke vagyok rájuk, és igazából ez a fesztivál
azon kívül, hogy egy egységes arculata van, összességében nem nekem, hanem ezeknek az embereknek, akik hozzáteszik a szívüket és lelüket, neki köszönhető. Az ötnapos fesztivál keretében az ország 30 városában több mint 300 ingyenes zenei programot szerveztek Johann Sebastian Bach születésnapjához kapcsolódva. A hegyvidéken közel 500 program várta a zenerajongókat. A Bach mindenkinek fesztiválnak az alapvető célja az, hogy mindenkinek eljusson. Hogyha hárfázik valaki egy aluljáróban, vagy csembalon játszik egy szabadtéri helyszínen, akkor szerintem már látszódik az összes művésznek az az elképesztően erős szándéka, hogy tényleg mindenkit meg tudjanak szólítani Bach zenéjével. Úgyhogy természetesen nekünk ez a célunk, hogy a Bach zene az bárhol, bármikor olyan köntösbe öltöztessük, ami megfelel a nagy többség igényeinek, és itt fontos hozzátenni, hogy nem a Bach zenét kell megváltoztatni, hiszen az a tökéletesség a zenén belül, hanem azokat a sztereotípiákat kell lebontanunk, amit például a koncerttermeknek a fala épít fel. Van egy előadó, van egy közönség, össze kell őket találkoztatni, kell tudni a közös időt megadni, hogy egymással megismerkedjenek a zenével, találkozzanak, és attól kezdve a fesztivál diadalúton van, mint idén is. Jó hír a Cotton Club Singers rajongóknak, 4 év után ismét színpadra lép az együttes. Június 3-án a Zsidó Művészeti Napok keretében nagy koncertet adnak a Momkultban. A következő percekben László Boldizsár lesz a vendégünk. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Ugye 4 éve léptek fel utoljára. Most ennek a júniusi koncertnek mi adja majd az apropóját, mi adta az ötletét? Hát Cotton Club Singers nagyon olyan zenekar volt mindig, akik szerettek együtt fellépni, és ez megmutatkozott abban is, hogy ugyan tettünk egy búcsúkoncertet, de ott tettünk egy ígéretet is, hogy nekünk csak a folyamatos működést adtuk fel, de időről időre szeretnénk megmutatkozni. Ez szerintem csak akarat kérdése, hogy ki az, aki felkarol egy-egy Cotton Club Singers koncertet. Most jött el az ideje, a május végén induló Zsidó Művészeti Napok keretén belül fogunk bemutatkozni. Páratlan lesz a koncert címe. És a koncert is páratlan lesz, gondolom. Hát ez ilyen párhuzam, igen. Hát azt, hogy általában a Cotton Club Singers 4 főről szólt mindig, de ugye hát sokan voltak tagjai, és hát ennek az öt emblematikus énekese lesz majd a színpadon, rajtam kívül a Szűcs Gabi, Kozma Orsi, Fehér Gábor, ez az alap, és akkor a Zsidenyi Adrián jön még hozzám, aki zsédaként ismeri esetleg így. Tehát így leszünk együtt június 3-án a Momban. És milyen dalokat hallhatnak majd öntől, hiszen egy speciális helyzetben vannak, egy fesztivál részeként lépnek fel. Igen, nekünk vannak nagyon sok olyan témájú dalaink, ami illeszkedik a Zsidó Művészeti Napokhoz, tehát klezmer dalokat mi régen dolgoztunk fel, de hát nem volt azért nekünk egy teljes estés műsorunk. Mi ezt meg is mondtuk a fesztiválnak, hogy nem fogunk most ezért egy külön új programot betanulni, hiszen nem egy létező zenekarról beszélünk, hanem egy múltjából táplálkozó zenekarról, akinek a múltunk azért olyan 6-8 órás repertoárból válogathatunk folyamatosan, tehát nem kell attól félni, hogyha valaki mondjuk 4 évvel ezelőtt látta az Erkel Színházban a zenekart, és akkor mondjuk most fellépnek, és akkor azt mondják, hogy hát én már unom, hogy mindig ugyanazt játsszák, tehát azért az itt most nem lesz, de ha bár szerintem ugyanazt előadnánk, az is ugyanúgy megfelelne, de természetesen lesznek olyan dolgok, amik 4 évvel ezelőtt nem voltak hallhatók. Nekünk alapvetően mindig azt nézzük meg, hogy az adott időszakban, most 4 év eltelt, mi az, ami jól áll, mi az, ami aktuálisan esetleg... De tartják még a kapcsolatot akkor ezek szerint? Természetes szempontból. Hát, olyannyira, hogy májusban is lesz az én szűkebb városomban egy koncertünk Pakson, úgyhogy nekem, tehát az a zenekar azért nem annyira temetődött el, csak nem mindig vagyunk reflektorfényben.
9 éve miért döntöttek a változtatás mellett? Hát ez több lépcsős volt, hogy először kiszállt az Orsi Gabi, Kozma Orsi Szűcs Gabi. Az ő helyükre érkező két hölgyel már nem tudtunk egy olyan zenekart felépíteni, ami tovább vitte volna úgy a nevet. Nem azért, mert velük volt baj, fantasztikus énekesek voltak, remek volt együtt dolgozni. Kis ország ez ahhoz, hogy egy ekkora változást elbírjon viselni egy zenekarból. Elfordultak picit az emberek rólunk, és én is elfordultam a zenekarról, mert ezzel párhuzamosan én elkezdtem operával komolyabban foglalkozni. Miért? Hát 15 évig az így el volt temetődve bennem, és akkor mielőtt a zenekart én felhagytam, azelőtt két évvel elkezdtem egy tanárommal dolgozni itt, egy amerikai, aki itt letelepedett Magyarországon, és mai napig vele, most már 12 éve dolgozom. Akkor ez egy régi vágy volt önben? Sokkal hogy... régebbi, persze. Tehát én a Singersben maradt operaénekes voltam mindig. Tehát... Nehéz volt egyébként a váltás? Nem, hát ezért nem volt nehéz, mert én belül mindig egy operaénekes is voltam. Tehát nekem de belül, az... de hogy elfogadtatni önmagát? Az igen, tehát az egy más dolog, mert ugye az emberek beskatujáztak, hogy na ez a pop, jazz zenész mit keres itt a mi szeretve féltett műfajunkban. Ez, hát ez 6-7 évig tartott. És aztán így az utóbbi években, pláne hogy a Magyar Állami Operaház vezetése ilyen komoly bizalmat szavazott nekem ennyi előadásszámmal, ilyen szép szerepekkel, így kénytelen volt a fanyagok egyre szűkülő táborra is elfogadni azt, hogy én itt vagyok, és maradtam ebben a műfajban, és nem temetődtem el, úgymond, hogy ez egy rossz próbálkozás volt, aztán szávasztok, ennyi volt, köszönöm, hanem maradtam szépen, és sem maradok mostanáig is, mert nekem ez a fő csapás az életemben. Ebben az évadban mi mindenben láthatják, milyen szerepekben láthatják önt az opera rajongók? Hát már kifele fut ez az évad, de azért még van egy pár dolog. Májusban hozzuk fel a Primavera Fesztiválra Szegedről, ahogy mai napig még élek. Az Ernani című Verdi darabot, ritkán játszott mű, és ezért nagyon számítunk arra, hogy a közönség ezt erre rá fog mozdulni. Tehát ez van, azt hiszem május 10, most megfogtak, de hát nem tudom, 10-valahanyadik a környékén. Primavera Fesztiválon meg kell nézni az Erkel Színház honlapján. Lesz ugye június 3-án a Cotton Club Singers a MOM kultban. Ezen kívül most már negyedik alkalommal kaptam lehetőséget a Szegedi Szabadtérin opera premierben megmutatkozni, úgyhogy idén a Rigoletto tenor szerepét, a herceget fogom énekelni, ez valamikor június utolsó hétvége, július első, tehát így ott, ahol vált. Ez egy péntek-szombati nap. És ősztől? Hát ősztől, ugye hát felújítás alatt áll az operaház, ezért és egy nagy turné lesz a szeptember, október, november, illetve az arra készülődés zajlik, úgyhogy december 1-én nyit az Erkel Színház, ha jól tudom, de ez nem vagyok benne biztos, hogy így van. Viszont december 1-én van nekem ott az első előadásom. Esten belül viszont előtte New Yorkban lesz egy kéthetes úgynevezett turnéja. Majdnem a zenekaromat mondtam, tehát kéthetes turnéja lesz egy adott színházban a Magyar Állami Operaháznak, 3 opera és 3 balett produkcióval, ez a Koch Teáterben lesz, ami a világ elsőnek számító New York Metropolitan melletti levő színház, úgyhogy elég közel csapunk le. Ott a Sába királynőjének a címszerepét fogom énekelni. Tehát akkor van feladat bőven. Van. Mi a legnehezebb? A legnehezebb az, hogy a gyerekemmel minél többet legyek. Ez egy nagyon nehéz feladat elé áll. Igen, és hát ezért is történt az, hogy most hogy 2 éve született a kislányom, úgy döntöttünk tavaly, hogy minden megtakarításunkat, meg a lehető jövőbe fektetett hitünket, szóval minden mozgósítva, itt a hegyvidéken vettünk egy kis lakást, mert ugye mondom, Szegeden élek már 10 éve, úgyhogy nekem meg kell mondjam, ez a csodálatos kerület most nagyon sokat adott az utóbbi egy évben, és meglátjuk, hogy mi a jövő, lehet, hogy fölköltözünk Budapestre,
de akkor is ezen a környéken szeretnénk maradni, mert csodálatos és nagyon jól érezzük magunkat. Milyen közeg fogadta önöket itt? Hát egy csöndes. Konkrétan az utca, amire rálátunk, azt úgy hívják, hogy Susogó. Egy nagyon szép fákkal körbevett nyáron hűvös, télen hidegebb, ugye, de nagyon, nagyon szép rendezett, mint ahogy általában itt, ahogy nézem az összes ház és környéken. De akkor itt otthon nézzék magukat. Nagyon, nagyon kellemes, és ugye a Szeged ilyen, a hegyvidék meg ugye nevében is. És ez a dombozati viszonyat nagyon, nagyon, nagyon kellemes, mert az utóbbi 8 évben a párommal mindig Ausztriába mentünk, hegyeket akartunk mindig látni, és akkor most különleges élmény számomra, hogy fölkelek és azt látom, amikor kinézek, amit látok. És végezetül még visszatérve a zenekarra, az újrakezdésre nem gondolkodtak? Nem. Vagy nem volt nem, ilyen? Nem, nem. Hát egyrészt én operaénekesként ez a műfaj már nem lehet nekem. Nem azt mondom, hogy visszalépés, mert ez degradálnám azt a 15 évet, amit tettünk, hanem azt lezártuk. Tehát ha fűszerként néha elővesszük, akkor az úgy ott van az életünkben, de nem szeretnék egy maroknyi borsot mondjuk megenni egy gyűjtőhelyemben, ahogy fogalmazzak ilyen áttétesen. És a többiek sem, tehát mindenkinek megvan a maga jól működő önálló élete, és nem szeretnénk ezt a mai erősen középkorú énünkhöz igazítani, vagy visszarendeződni, mert nem úgy működne. Ezt 21 néhány évesen hoztuk létre, mindenki 25 alatti volt, amikor a zenekarba belépett, úgyhogy teljesen másképp működtünk akkor, mint most, és a mostani énünknek sokkal jobban megfelel az, amit egyesével most mi csinálunk. A többi az, hogy most ebből a Cotton Club Singers évente hányszor mutatkozik meg, ez csak a mi döntésünkön múlik, és ez maradjon is így. Akkor még egyszer mondjuk el, hogy mikor és hol láthatják önöket legközelebb. Június 3-án a Momkultban, legyenek kedvesek elfáradni, egy fantasztikus, páratlan című koncertre a Cotton Club Singers 7 tagú zenekarával a Zsidó Művészeti Napok zsimű keretén belül. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Friss Kultúrponttal minden szerdán este 8 órakor jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!